A Tech 2 nézzék itt az Apple iPhone 6 Plus-os bőrtokkal, amit persze ugyanúgy már az első naptól kezdve lehetett kapni. Különböző színekben, ez egy ilyen rózsaszínes fehérnek mondanám, van persze ilyen nagyon sötét barna és fekete, meg még sok-sok-sok más szín, és nem csak bőrből, hanem persze műanyagból is, de igazából nem sokkal drágább a bőr, mint a műanyag, és azért kellemesebb a tapintása. Nem olcsolgatokok, azért most csak egy szín mutatok be nektek, amit megrendeltünk, és majd 14 napon belül akár vissza is küldhetünk, hogyha mégsem tetszik. Hátuljára rá van írva különböző nyelvekben, hogy igazi bőrből van gyártva, és persze, hogyha egy ideig használjuk, akkor majd lehet, hogy más színűvé fog válni. Ez persze magyarul itt most nincs rajta, mert ezt Németországból rendeltük az Official Apple Store-ba, úgyhogy nyissuk is ki, aztán rakjuk rá egy iPhone 6 Plus-ra. Könnyű persze kinyitni, már egyszer kinyitottam, egy kis műanyagot kell lehúzni, aztán ennyi is. Utána már itt is van a kezünkben a bőrtok, és röviden itt le van írva, hogy kéne a telefonunkra rárakni, ami persze nem nagyon nehéz, azt majd mindjárt meg is fogjuk tenni, de itt előtte megnézzük, hogy belülről nagyon szép kis soft bőr, puha az egész, itt körbe le van ragasztva, körbe így vissza van hajítva itt a bőr körbe, úgyhogy ott biztos, hogy nem fog szétválni itt, hanem max itt a sarkokban, de szerintem ott se nagyon, talán itt az alján még, de még egyszer be van nyomtatva az, hogy igazi bőr, meg hogy Apple dizájnolta az egészet persze, és akkor rakjuk is bele a telefont, úgy, ahogy le van írva, először a tetején itt beleillesztjük, aztán rányomjuk itt az alsó sarkokat is, úgyhogy tökéletesen belemenjen, és az a kellemes benne, hogy egy picit úgy körbeveszi a telefont, hogy persze, hogyha így leraknánk az asztalra így, akkor nem érintkezik az asztallal a telefon, ha nem csak morzsák vagy nagyobb kövek vannak az asztalon. Különben nekem kicsit úgy tűnik, mint hogy az alsó sarkokban nem nagyon illene rá, és egy kicsit jobban eláll, plusz ami nem ideális szerintem az itt, ahol ki van vágva a felragatóportnak, vagy dugónak, itt egy kicsit több helyet lehetett volna hagyni, meg különböző dugók szerintem ide nem fognak bemenni rendesen, de a Lightning meg a hangszóra az itt jól meg van oldva, és különben itt a hangerőszabályzó, vagyis a Silent meg nem Silent is jó. A többi gombot meg nagyon erősen kell most már megnyomni ahhoz, hogy bekapcsoljon a telefon, sok erővel igazából itt az első gombot elő is tudjuk arra használni, úgyhogy az nem lesz arra probléma, mert ez persze nem nincs lefedve, és fóliát adnak hozzá, hogy leragasszuk az elét, pedig szerintem nagyon erősen ajánlom a fólia használatot, mert nekem már most van benne itt 2-3 olyan karcolásom, amit igazából nem kéne úgy, hogy igazából nem is használtam, csak itt volt az asztalon az egész nap. Köszönöm, néztetek, ez volt az iPhone 6 Plus-nak a bőrtoknak a bemutatása, legközelebb a Tech 2-nek nevem Gábor Lázs, és köszönöm, néztetek.